Különösen megtetszett a matematika, mert okoskodása annyira bizonyos és nyilvánvaló. De igazi hasznát nem láttam át. Azt gondoltam, hogy csak a mechanikában van szerepe, és csodálkoztam, hogy aminek alapja oly szilárd és erős, arra nem építenek valami magasabbat, mondta René Descartes, francia matematikus, filozófus és fizikus, aki március 31-én született. Descartes gyenge fizikumú, de éles eszű gyerek volt. Vagyonos, nemesi családból származott. Tanulmányait egy jezsuita kollégiumban kezdte, ahol a délelőttöket pihenéssel tölthette, így volt ideje szinte minden tudományba belekóstolni. Később részt vett lovagi tornákon, katonáskodott is. Nyugalmat azonban a matematikával való foglalkozásban talált. Ekkor fogalmazódott meg Descartesben az a gondolat, hogy új filozófiai rendszert alkot, az igazságot deduktív matematikai eszközökkel fogja keresni. 1637-ben jelent meg az Értekezés a módszerről című könyve, amelyben a természet megismerésének lehetőségeiről írt. Descartes ennek a könyvnek a függelékében geometriai kérdésekkel foglalkozott. Az analitikus geometria különösen fontos szerephez jutott. Ennek köszönhető, hogy a koordináta geometria gyors ütemben kezdett fejlődni, az algebrai eszközök egyre nagyobb szerepet kaptak geometriai problémák megoldásában. Descartes élete kalandos volt. Több hadjáratban részt vett, Érsekújvár ostrománál is ott volt. Egy hollandiai útja során egy falra ragasztott matematikai problémát egyből megoldott. Richelieu francia bíboros és Krisztina svéd királynő is nagyra tartotta Descartes-ot, bár az egyház nem nézte jó szemmel filozófusi tevékenységét, hiszen a skolasztikával szemben állva az értelem fontosságát hirdette. Erre utal híres mondata, gondolkodom, tehát vagyok. Descartes sosem nősült meg, ugyanis az igazságot fontosabbnak tartotta a szépségnél.